Jó, oké, akkor Isten hozott mindenkit. Itt ezen a kis szatszangon, vagy beszélgetésen, amit itt beterveztünk mára. Itt a jógáról, meg a spirituális életről lesz szó igazából. De vagyunk jó páran, összegyűltünk itt a jógaterembe. És akkor a tematika az lesz, hogy elindulunk a jóga alapjaitól. Azért adtam itt az első előadásnak a címet, az, hogy a spiritualizmus és a jóga kezdeti lépései, hogy teljesen felépítjük, ugye 4 napot fogunk beszélni itt jógáról, spiritualizmusról, lelki életről. Ugye hát azért a jóga szemszögéből, mert a jógának ez egy központi eleme. Tehát itt azért megyünk itt az alapoktól teljesen a 4 nap alatt a gyakorlati részekig, hogy ugye az ászanázás, vagy pránaján, vagy ugye, amit már ugye a nyugaton ismertebb részei a jógának, ehhez le kell fektetni bizonyos filozófiai alapokat, ami igazából a lényege, vagy a tengelye ennek az egész folyamatnak. Most itt jó páran igazából mondhatjuk azt, hogy mindenki jógázik szinte, rövidebb vagy kevesebb, vagy több vagy kevesebb idő óta, de itt mindenkinek lesz valami elképzelése arról, hogy miről szól ez az egész folyamat. Na most ugye itt már az elején, akit a bemutatkozásokat azt nem vettük föl, de ugye itt már akkor én említettem, hogy minden, amit én itt elmondok most, ugye 4 napon keresztül, akkor ezt semmit nem kell elfogadni. Ez egy nagyon fontos dolog, nem muszáj elfogadni. Én elmondok egyfajta nézőpontot a jógáról. Ugye, hogyha a jógának a kultúrájába bemegyünk, akkor itt egyből, a hinduizmuson belül egyből találunk 6 darsanát, aminek az egyike például a jóga, 6 filozófiai nézőpontot, amiből a spiritualizmust szemlélik. Ebből ugye az egyik a jóga, és a jógának is van sokfajta nézőpontja. Na most én itt el fogok mondani egyfajta nézőpontot, amit úgy gondolom, hogy a jógához a legközelebb álló nézőpont, illetve megpróbálok itt reprezentálni nektek egyfajta polidimenzionális nézőpontot, vagy sokoldalú nézőpontot próbálok szintézisbe hozni, ami a spirituális úton rendkívül fontos, hogy az ember ne egy nézőpontból lásson csak valamit, ahogyan például a vallások működnek. Azért van annyiféle vallás, van annyifajta filozófiai út, ők mind egy más nézőpontból nézik ugye ezt a folyamatot, és ugye ebből van a probléma a különböző spirituális utak és a vallások között, mert mindenki szajkózza a saját útját. Ez az egyetlen igazság, ez az egyetlen út, aki nem ezen megy, az meg megy a pokolba. Na, ez nem így van. A valódi spiritualizmus az túl van ezeken a vallási dogmákon, vagy a különböző spirituális egyoldalú nézőpont. Mit csinálsz? Tehát túl van ezeken a nézőpontokon, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy több nézőpontunak kell lenni, mert akkor nem látod meg a valóságot. Tehát most már belementem egyből a lényegbe igazából, de most megint egy kicsit vissza kell lépjek. Szóval itt majd erről fogunk beszélni, hogy igazából a mondani való az most először annyi volt, hogy itt én fogok elmagyarázni nektek egy interpretációját a jógának, de nem kell senkinek elfogadni semmit, annyit veszel ki belőle, amennyit akarsz. Jó? Tehát itt, hogyha valaki későbbiekben jógával akar foglalkozni, akkor annyit kell tudjon, hogy ez az ő természetes fejlődése. És mindig annyit adaptálsz bele, amennyit természetesen akarsz. Tehát soha ne érezze magát senki presszionál, hogy valamit el kell fogadni. Én egy nézőpontból, mondjuk úgy egy ilyen polidimenzionális nézőpontból elmagyarázom az egészet, és ez lehet, hogy benned el fog indítani gondolatokat, és inspirálni fog arra, hogy elkezdj valamilyen úton járni. Nem kell semmilyen úthoz ragaszkodni, ami neked
mondjuk úgy, hogy passzol, akkor azon indulj el, aztán majd úgy is mész egy központi cél felé, mert az abszolút igazság egy szinten egy. Tehát ugyanabba az irányba mennek ezek az utak, csak nem szabad leragadni ugye ezeknél az utaknál. Na most itt, hogyha valakinek van valami elképzelése a spiritualizmusról vagy a jógáról, és mivel hogy jógáztok, mindenkinek van. Még ha nem is annyira leragadt valaki valamiben, de valami elképzelésed van a jógáról. Ezért én mindig ilyenkor azt szoktam tanácsolni, hogy amikor valaki elkezd egy forrásból tanulni, akkor ahhoz, hogy ez sikeres legyen ez a dolog, akkor ahhoz neki ki kell üríteni a intellektusában lévő ezzel kapcsolatos tartalmat teljesen. Ezt sokan itt bólogatnak, hogy igen, ez muszáj, hogy meglépj, mert máskülönben zavar lesz. Tehát itt arról van szó, hogy mindenkinek a fejében, az intellektusában van a lelki életről és a jógáról egyfajta puzzle. Természetesen hiányosan összerakva, mert azért vagytok itt, mert mindannyian szeretnétek tanulni, és kiegészíteni a puzzle-öket. Na én ezt egy másfajta módszeren tanítok. Én úgy tanítok, hogy ilyenkor azt mondom, hogy ezt a puzzle-t, ezt nem mondom, hogy dob ki. Rak be egy fiókba. És teljesen nyitott elmével próbáld megérteni azt a puzzle-t, amit én eléd rakok, és próbálok segíteni neked összerakni. Miért fontos ez? Miért fontos az, hogy a sikeres tanulásnak az eleme az az, hogy én ne legyek leragadva semmilyen dogmába, vagy semmilyen ideába. Mert akkor az lesz, hogy én nekem van egy puzzle-öm, neked van egy puzzle-öd, és ezek a darabok nem illenek össze. Szóval akkor te mindig elkezded kiszedegetni ezeket a puzzle-öket, ami neked tetszik, és próbálod beleilleszteni a tiédbe. És egy ponton valami bele fog illeni, valami meg nem, és egy ponton arra fogsz rájönni, hát ez a dolog ez nem egyezik meg az én elképzelésemmel, szóval akkor kuka. Onnastól kezdve, hogyha tegyük fel, az az út, amiről én beszélek, az egy sikeres út, onnastól kezdve te kizártad magad a sikeres útból, mert a te puzzle-ödbe akarod beleilleszteni az én puzzle-öm darabjait. Ahelyett, hogy az egészet elraknád, és rakjuk össze ezt, és hogyha ez össze lesz rakva, akkor utána van egy siker. Ha nem lesz összerakva, kidobod az egészet a kukába, és folytatod tovább a tiedet. Értitek? Tehát, hogy itt a sikeres tudásnak a feltétele, ezt egyébként van egy ilyen nagyon híres, mindig őt meg szoktam említeni, mert egy nagyon jó, igazából ez a gondolat, ez őnála nagyon megjelenik, egy Jim Quick nevezett úriember, ilyen gyorsolvasó, memória bajnok, ilyen mindenféle világsztárokat tanít memorizálni egy könyvet egy éjszaka alatt, meg ilyenek, így számsorokat tanul meg. Úgyhogy elmondtok nekem, mondjuk tegyük fel 25 páros számot, és akkor én azt visszamondom előről, egyesével. Tehát mondjuk 48, 22, és akkor úgy mondjuk 4, 8, 2, 2, ezt így visszamondja színpadon. Utána beszél 5 percet, és utána visszamondja hátulról. Tehát ő egy ilyen, ez egyébként ez egy jogikus dolog, tehát ez egy misztikus szidi, úgymond, ez a típusú memória, a fotografikus memória, ez a jóga szentírásokban, mint egy szidi vagy egy tökéletesség jelenik meg. Ezekről is fogunk majd beszélni, a szidikről. És ez a személy mondja azt, hogy a sikeres tanulásnak két feltétele van. Az egyik az az, hogy bármikor kezdesz el tanulni valamit, ha van is ismereted a témáról, azonnal félre rakod, és egy nyitott elmével kezded, egy tiszta papírra rajzolsz. Nem illeszgeted bele a saját elméleted, csak úgy nyitottan. Mondom, próbáld befogadni. A második dolog az az, ami miatt a tanulás folyamata rendkívül sikeres tud lenni, hogy ezt a dolgot azzal a motivációval csinálod, hogy ezt egyszer majd át akarod adni másoknak. Ugye itt jó páran mondtátok azt, hogy igazából azért jöttetek el ide, hogy elsajátítsátok ezt a dolgot, és majd egy nap átadjátok másoknak. Ez nagyon jó motiváció, mert amikor az ember úgy koncentrál egy dologra, hogy
ezt most nekem tovább kell adni másnak, akkor az intellektus 10-szer annyira figyel, 10-szer annyira koncentrál. Ugye, amikor mondom neked azt, hogy jegyezd meg egy sorszámot, egy telefonszámot, mert ezt át kell adni másnak, akkor hirtelen így bám, így rám tapadsz. Mint amikor mondom neked azt, hogy mit tudom én, 364-37-11, ja, mit mondtál? De amikor figyelj, ezt meg kell jegyezni ezt a számot, mert meg kell jegyezni ezt a kódsort, mert nem tudsz bemenni a lakásodba. Akkor mondjad, ugye, és akkor ilyen a koncentráció. Szóval ez a sikeres tudás elsajátításának a két módszere, ami alapvetően nem egy könnyű dolog. Mert ugye itt az ego az nagyon dolgozik mindenkibe. Ugye ez az egónk az a dolog, ami bennünket ebben a világban működtet, ego nélkül nem is tudnánk ebben a világban működni. A spirituális úton pedig ezt az egót eléggé az a folyamat, hogy próbálod háttérbe szorítani, és befogadni a fölsőbb forrásból jövő információkat, és ezt az ego nem annyira szereti, amikor az ego nem szereti, hogyha háttérbe van szorítva. Szóval itt ilyenkor én mindig látom, mondhatjuk azt, hogy sok ezer emberen láttam ezt a dolgot, hogy saját magamon látom a spirituális úton járva, magamon is látom azt a dolgot, hogy az ego hogyan nyomul előre állandóan, és mindig meg akarja határozni azt, hogy az ő véleménye nagyon-nagyon fontos, és hogy ő is gondolja valahogy. De ezt itt próbálni kell egy kicsit kordában tartani. Megszüntetni nem fogjátok tudni, mert mindig fognak jönni ilyen gondolatok, hogy én másképpen gondolom, természetes folyamat, de itt az a lényeg, hogy itt egy időre itt egy kicsit szájmaszkot kell tenni az egóra. Mondjuk attól még tud beszélni, de olyan szájmaszkot, amivel nem tudsz beszélni. És akkor egy kicsit csak úgy nyitottan tudod azt mondani az egónak, oké, nyugi, üljél le, majd téged is meghallgatlak, de most erre odafigyelek, oké? Tehát egy ilyen módszerrel tanulunk. És akkor megpróbálunk nézni nézőpontokat. A fejlődésnek mindig a feltétele az, hogy ki tudod mondani azt a mondatot, hogy nem tudom. Mert amikor azt a dolgot mondod ki, hogy tudom, és elmész valahova tanulni, ott buktál meg abban a percben, és nem leszel sikeres. Ez a problémája annak, ugye, most nézzük meg csak a simán a különböző tudományoknak a tudósait, most mindegy, hogy materialista tudomány, vagy spirituálisabb, metafizikai tudomány. Mindig mi hajt előre egy tudóst? Az, hogy nem tudja. Amikor azt gondolja valaki, hogy nagyon-nagyon tudja, akkor egy nagyon-nagyon nagy csapdába van. És itt ez a probléma ugye, hogy amikor emberek például különböző folyamatokban elindulnak, és készen fájukba rágnak valami fajta dogmát, és akkor utána ő azon a dogmán igazából nem gondolkozik, akkor ugye igazából az intellektus elcsökevényesedik. És akkor az lesz, hogy csak mindig meg van mondva, hogy hogyan gondoljam, és az intellektus igazából háttérbe szorul. Holott a spiritualizmusban az intellektus a fő eszköz, amivel dolgozol. Gondold át, vesd össze, állíts szembe. Ne legyél, ne fogadj el vakon semmit. Vannak olyan spirituális utak Indiában igazából, amik azt mondják, hogy nekem ez nagyon szimpatikus ez a dolog, mert nagyon sokáig voltam én is ebben a csapdában, hogy ugye az ember elfogad dolgokat vakon, anélkül, hogy megtapasztalná azt. Szóval ezért mondtam azt az elején nektek, hogy ne fogadjatok el semmit, amit mondok. Csak akkor, ha ti is megtapasztaljátok. Ami nem jelenti azt, hogy nem lehet ott, mint egy elv, hogy oké, megyek ezen az úton, de 100%-ban sose, egészen addig a pontig, ameddig nem tapasztalod azt, ne mondd azt, hogy ez 100%-ig így van, mert nem mondhatod. Mert nem tudod, ezt neked csak mondta valaki, aki látta, vagy hallotta, vagy ő is hallotta valakit, aki látta, vagy hallotta, ez még rosszabb. Ugye? Tehát sose fogadd el azt a dolgot, amit te nem látsz. Mindegy milyen szép, mindegy milyen tökéletesnek tűnő dolog, az is egy nézőpont. Szóval itt különböző utakról van szó a spirituális úton. Különböző utakon megyünk. Rengeteg fajta út megjelent, erről mind fogunk beszélni majd. Rengeteg fajta út megjelent az univerzális történelemben. És ezek a különböző utak mind megjelennek, mint egy tradíciók.
És ezek a tradíciók úgynevezett exoterikus utak, ami azt jelenti, hogy általában ezek valami vallásos formában előjönnek, és akkor megjelennek mint egy különböző vallási tradíció, ilyenizmus, olyanizmus, stb. Stb. De a spiritualitás, vagy a spirituális, a valódi spiritualitás az nem az exoterikában van, hanem az ezotériában van. Ezotéria az azt jelenti, hogy belső kör. Például azt a Bhagavad Gita-ban Krishna úgy mondja, hogy Raja Vidya, Raja Guhyam. Szóval ez a legbelsőségesebb tudás. És ennek a legbelsőségesebb tudásnak van egy vallásos megközelítése, ami az exoterika. Ami egy vallásos út, ami egy nézőpontú, ami megmondja, hogy az egyetlen út, stb. De ennek van egy mély misztérium része, ami az ezotéria. Ezért mondja igazából Krishna Bhagavad Gita-ban, hogy ezer és ezer ember között egy, aki elindul a spirituális úton, és ezer olyan között, aki elindult ezen az exoterikus úton, egy az, aki igazán ismer engem, az az egymillióból egy. Tehát ha egymillió emberből egy az, aki valóban megért engem, az sose lesz egy tömeg dolog. És mi az, amit megértenek ezek az emberek? Azt, hogy ezek a különböző tradíciók mögötti misztérium ugyanarról a dologról szól. És amikor ebbe az ember kap egyfajta beavatást, hogy meglátja a tradíciók mögötti misztériumot, akkor igazából nem lesz baja semmivel. És soha nem fogja gondolni azt, hogy egy tradíció, mint út, az az egyetlen út és megváltó, és mindenki más tévedett. És természetesen onnastól kezdve nem is lesz bajod senkivel egy szempontból. Mármint a filozófiai utakkal, az, hogy emberek hogyan csinálnak dolgokat, az egy másik dolog. De hogy mint filozófiai elveke, vagy ilyenizmus, olyanizmus, mindegyik, átlátod az egészet, mert a misztériumban kaptál egy belátást. És ugye a spiritualizmus itt még arról is szól, hogy nem csak filozófiailag érted meg, hanem egy hiteles módszeren ez föl is tárul neked, úgymond misztikusabb élményekben, vagy nem hétköznapi tapasztalások formájában. Majd erről is fogunk beszélni. Szóval itt arról van szó, hogy az embernek a sikeres tanulás érdekében el kell sajátítani egy ilyen nagyon flexibilis intellektust. És soha nem szabad semmiről gondolni azt, hogy így van, és soha nem szabad semmiről egyből azt gondolni, hogy nem így van. Ez a teljesen alacsony intellektusú embereknek a működési mechanizmusa az, hogy nem tud róla semmit, de azonnal elutasítja. Nem, az nem jó, mert az nem úgy van, ahogy én gondolom, vagy ahogy nekem mondták. Az még rosszabb, mert amikor azt mondja, hogy nem úgy van, ahogy nekem mondták, semmit nem tudok a másikról, de azonnal elkaszálom. Mert amikor nem úgy gondolom, akkor ott már legalább bejön a képbe a gondolkodás. De amikor csak megettem dogmákat, és igazából nem is gondolkoztam rajta semmit, mert ez mind mások gondolatait tettem meg. És közben meg van rengeteg más spirituális tradíció, ami megjelenik az univerzális időben. Hogyha én azt mondom, hogy csak ez az egyetlen út van, akkor automatikusan, udvariasan kijelentem azt, hogy mindenki hülye volt. Mindenki más hülye volt. Mindenki más rosszul látta. És nem tudok semmit minden más tradícióról, de azonnal azt mondom, mivel ez nem az, amit én hallottam, akkor ez az ellenségem. Tehát ez egy nagyon alacsony intellektus. Ez a nagyon egyszerű, primitív, mondjuk úgy, hogy én nem mondom azt, hogy spirituális gyakorló, mert a spiritualitás az azt jelenti, hogy használja valaki a buddhit, az intelligenciát. Azt mondom a vallásos gyakorló, akinek valamit mondtak, valamit elfogad, és akkor gondolkodás nélkül megy azon az úton. Ez is egy szint, egy lépés már a materializmustól, abszolút egy lépés. De erre a Bhagavad Gita azt mondja, hogy ez az a felfogás, amit föl kell adni. Föl kell adni a vallásnak minden változatát, mert a valódi spirituális misztérium az az egy nézőpontú vallásos dogmatikán túli misztérium. Nagyon érdekes, mert ez a Bhagavad Gita, ugye ez Krishna mondja el 5000 évvel ezelőtt, ő volt egy avatár, ő mondja el 5000 évvel ezelőtt ezt a könyvet, és ugye mivel Krishna mondja el, ezért sokan vannak olyan vallási tradíciók, a vaisnavizmus, stb., hogy mondják, hogy hát igen, itt Krishna mondja maga, hogy ad fel a vallás minden változatát. Ez azt jelenti, hogy legyél Vaisnava vagy Krishnás, vagy ilyen olyan, de ez nem azt jelenti. Hanem a nézőpontot ad fel, hogy te egy nézőpontból látsz. Tehát itt van már megint az, hogy van egy exoterikus jelentése egy kijelentésnek, meg van egy ezoterikus, mélyebb misztérium, amikor valaki tovább lát, mélyebben lát egy tradícióban. Ezekről mind fogunk beszélni. Én a jogát próbálom nektek nagyon-nagyon polidimenzionálisan tanítani. Ami azt jelenti, hogy nem egy nézőpontunk, hanem próbálom rengeteg nézőpont, fogjátok látni, hogy mindenféle szentírásokból fogok idézni. Nem csak védikusból,
hanem fogok idézni a védikus írásoknál sokkal ősibb tantrikus írásokból. Na most itt a tantra az nem egy ilyen nyugati new age valami szexuálmágia, ez egy hülyeség, a tantra. Tantra azt jelenti, hogy szanszkritul, hogy szövet. És ugye a szövet az megvan fonalakból, a fonal azt jelenti, hogy szutra, szóval szutrákból áll a tantra, a tantrák az a transzcendentális tudásnak a szövete, és ez sok ezer évre, az ágamák azok 15 ezer évre vissza vezethetők. A védák az csupán csak 3500, valakik mondják, hogy 5000 év, mindegy, nem olyan régiek. De ezen túl vannak másfajta szentírások is, azt majd a szentírásokkal kapcsolatban ezekről mind fogunk beszélni. Ősbuddhista szentírások, Jaina tantrák, akkor van a hinduizmusnak különböző ágai, saivizmus, vaisnavizmus, ezek mind hiteles tradíciók. Mindegy másik fajta nézőpont, ugye Patanjali ott van Shankaracharya, akkor ott van Hermes Trismegistus, ugye az egyiptomi hermetikának a tradíciója, akkor ott van a Popol Vuh például, az ősi maja kultúrának a szent spiritualitása, akkor ott van a viking ős mitológia, görög bölcsek, ősi zsidó miszticizmus, kabala, ez mind ugyanarról szólnak, exoterikus módon ezek nagyon durván különböző nézőpontokról beszélnek. De amikor valaki belelát ennek a mély misztériumába, akkor megérti, hogy várjál. Itt ez olyan, mint egy ilyen kódolt tudás, igazából amit az ember egy beavatott gurutól kap meg. Ugye? A beavatott guru, aki a misztériumot látja, ezt mondja Bhagavad Gita, hogy Gyáninasztatva Darsin, aki látja a valóságot és átlátja a misztériumot, egyedül azt tudja neked elmagyarázni ezeknek a szintézisét. Ugye Hamvas Béla használja azt a szót, hogy polidimenzionalitás. A polidimenzionalitás ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ugye a jógának például a Bhagavad Gita például egy könyve, és a Bhagavad Gitában, hogyha megnézzük, hogy Krisnának a koronáján mindig van egy, vagy a turbánján mindig van egy pávatoll. Ez nagyon érdekes, mert a páva az igazából, ugye a pávatoll, pávának a tolla az ilyen nagyon sokszemű. És pont ezt a sok nézőpontú látásmódnak a szimbóluma a pávatoll. Az, hogy igazából sok nézőpontból beszélünk, nem egy nézőpontból. Aztán ennek van egy másik jelentése is a pávatolnak, aminek meg van köze Kartikeyához, ugye Sivának a fiához. Ugye Sivának a fiának a Kartikeya, a kumárák megnyilvánulásának az ilyen utazó, mondjuk úgy a szimbolikus eszköze a páva. Itt is lesz majd egy kontextus. De ennyire nem megyünk előre, majd ezekről fogunk végig beszélni. Itt most egyedül arról van szó, hogy sok nézőpontból fogom, próbálom majd bemutatni nektek ezeket a dolgokat. Ha valakinek kérdése van közben, nyugodtan tegyétek fel a kezeteket, jó? Tehát itt ez egy interaktív dolog, itt nem az van, hogy én csak beszélek, nyugodtan kérdezzetek, mert akkor annak megfelelően tudok én menni a témákba. Én soha életemben még szerintem egyetlen előadásra nem készültem föl, Mert nem úgy megy. Tehát most kérdezel valamit, akkor lehet, hogy fogok egy órát beszélni valami másról. Tehát próbálok menni ezzel a flow-val, hogy nincs jegyzetem, nincsen semmi, próbál, ami jön le, amiben, hogyha nem vagyok egy akadály a csatornának, akkor az a dolog jönni fog, amire szükség van. Szóval akkor majd van egy adott tematika azért, de nem kőbe vésett. Tehát, hogyha bejönnek kérdések, akkor nyugodtan tegyétek fel, és akkor próbálok nektek erre válaszolni. Szóval akkor itt egy kicsit beszéltünk így a tanulásnak az attitűdjéről, akkor itt mi most fogjuk nézni jóga szemszögből. Tehát a jóga szemszöge az azt jelenti, hogy itt a jóga tradícióban megjelenik egy pár vonal. Tehát megjelenik ugye a hindu hat darsana. A darsana az eleve szanszkritul azt jelenti, hogy nézőpont. Tehát van hat darsana, hat nézőpont, aminek az egyike például Patanjali. A Patanjali vonal, ugye ez az a jóga rendszer, amiben ászanák vannak, stb. Ehhez csatlakozik egy másik vonal is, ezt is majd később részletesen ki fogom fejteni, ugye ami meg a hatha jóga. Ugye az meg van, annak a hatha jógának is van szentírása, a hatha jóga pradipika. És Hatha Yoga Pradipika mondja, hogy ez a szent tanítás, ez jön az Úr Sivától, Ádi Jogitól, és jön le azon a vonalon. Na erről majd beszélünk, mert ez jön le 15 ezer évről visszamenőleg, ugye a Szaptarisik, a univerzális hét bölcsek voltak tanítva, és úgy jött le a Hatha Yogának a vonala. Meg van egy Patanjali, aki egy ilyen újító, de ő is az előző tradícióknak megfelelően összeállított egy rendszert,
És ez, általában ez az a két rendszer, ami alapján a jogát nyugaton tanulják. Ennek a része az ászanázás, a pránájám és ez az összes praktikus dolog. Ami mellett még vannak ilyen írások, ami a jóga, az a kezdőszintről viszi el, tehát például a Patanjali Yoga Sutrák, meg a Hatha Yoga Pradipika, az a kezdőszintről vezeti el a jógit az átman vagy a lélek megvalósításának a szintjéig. Tehát mondjuk úgy, hogy ez a kezdő út a jógának az útja, ami igazából a védáknak az útja. A védák és a tantrák azok egymásra épülő folyamatok. A védák azok inkább az univerzális dolgokkal foglalkoznak, és ugye hogyan emelkedik fel a lélek megvalósításának a folyamatáig. A tantrák az meg a magasabb szintű tudatosság megvalósításáról szóló irodalmak, úgynevezett ágamák. Ágam az azt jelenti, hogy leszáll, ágam azt jelenti, hogy a transzendentális szintről, ami Saktinak a szintjéről száll alá. Ez egy transzendentális információ. A védák is az, csak a védák az nigama, az meg ágama. A nigama az azt jelenti, hogy bizonyos szinten megfogalmazott kinyilatkoztatás, az ágama az azt jelenti, hogy közvetlenül jön le. Tehát a védák, tantrák azok szintén a jogának a különböző aspektusairól szólnak, és akkor ezért inkább nagyjából ezen a vonalon fogom ismertetni ezt az egész tudást. Tehát, hogy nagyjából ilyen védikus és tantrikus szentírásokat fogok folyamatosan idézni, mert itt ennek is, ez is egy fontos dolog, hogy ugye az ember, amit mond, azt természetesen támaszza alá szentírásokkal. Tehát én most nem arról beszélek itt, hogy most éppen milyen nagy menésem volt reggel, és akkor azt így szépen kiöntöm nektek, hanem amilyen mondjuk úgy agymenésem van, azt alátámasztom a szentírásokkal, hogy ez nem agymenés. Szóval, hanem ez lehet, hogy egy információ, ami egy transzendentális csatornán jön le, hogyha én nem vagyok egy túl nagy akadály, remélem nem leszek. Oké, tehát akkor a jogát ilyen szempontból fogjuk nézni, sok nézőpontúan, nem fogjuk vaisnava szemszögből, nem fogjuk csupán sajva szemszögből, nem fogjuk annyi másfajta szemszögből, hanem mindegyikből lesz benne, és próbálok egy szintézist akkor létrehozni. Ezzel kapcsolatban valakinek valami kérdése? Ez volt a bevezető. Azt hiszem. Ez sok volt? Mély volt? Vagy? Nem baj, lesz mélyebb is. Nincs kérdés. Oké. Akkor elindulunk onnan, hogy mi a jóga. Ugye innen építjük fel az egész, ugye a kezdeti lépések az arról szól, hogy kezdeti lépések. Tehát akkor azzal kezdjük, hogy mi a jóga. Mi annak a szónak a jelentése, hogy jóga? Bekiabálás? Jó, de ne te mondd már meg, aki már mindent tudsz. Kapcsolódás. Igen, ez a júgy szóból származik, de azt is jelenti, hogy egységbe rendeződés. Tehát egy szempontból jelent egységet, visszakapcsolást. Nagyon érdekes, mert a jóga szó az egy szempontból, ugye a latin szóval megegyező a religia, szanszkrit, vagy a latin szó az azt jelenti, hogy visszakapcsolódni, reconnect, visszakapcsolódás. Ugye ez... ugye a szó ugyanaz. Milyen érdekes, hogy ugye akik a vallásos úton járnak, és őrült konfliktus van például a keresztény egyház és a jóga között, holott a két szó jelentése ugyanaz, és a folyamat ugyanaz. Csak mivel a külsőség más, ezért utálni kell a másikat. Te nem az én utamon jársz, akkor ugye aki nincs velem, az ellenem van. Azt gyűlölni kell. Mert az eretnek, az hamis úton jár. Na ez a vallásos nézőpont. Ez az, ami egyébként minden normálisabb embernek visszataszító. Ugye? Amikor valaki jön ezzel. Én úgy gondolom, hogy ezek a fajta egy nézőpontú utak, ezek tették a világban a legnagyobb kárt az elmúlt pár ezer évben. Ezek a fajta nézőpontok, amikor azt gondoltam, hogy ami én úton járok, az az egyetlen út, és mindenki más pusztuljon. És át kell transformálni mindenkit, és akkor megyünk a térítő hadjáraton. A világ legnagyobb pusztításai ezeken a gondolatokon folytak. Szóval ez egy kicsit is intelligensebb ember számára ezek teljesen nyilvánvaló, hogy ezek nem így vannak. Na most a jóga, ugye akkor az azt jelenti, hogy visszakapcsolódás, azaz, hogyan tud az én visszakapcsolódni az eredeti énbe. Na most itt az eredeti én, ugye akkor mondjuk azt, hogy az isteni énünk, az eredeti valóságunk, és az egónak az összekapcsolódása, vagy az egónak a, mondjuk úgy, hogy az elpárolgása is az isteni énünk megnyilvánulásáról szól a jóga. Szóval egyfajta tudati emelkedés, amire vannak különböző folyamatok. Patanjali mond egy folyamatot,
Svátmaráma mond egy hasonló folyamatot, de például, hogyha megnézzük a jógának a tradícióját, ugye most visszamegyünk a jógának a tradíciójához, ugye igazából a Vigyána Bhairava Tantra az leír 120 verziót, most többfajta információs van, mert valahol úgy mondják, hogy 112 verziót tanított Shiva 15 ezer évvel ezelőtt. Shiva, ugye, ő megjelent, mint egy jógi. Ugye, hogy mondjam, így a kulturálisan visszatekinthető történelemben mondjuk őróla beszélnek úgy, hogy a legelső jógi, ezért hívják Adi jóginak. És akkor őt megjelent, ugye egy transzcendens megjelenik egy formában, és akkor ő tanította az univerzumnak a hét bölcsét, ezeket úgy hívják a védákban, hogy szaptarisik. Ők nekik nyilvánította ki igazából ezt a transzcendentális tudást, ami a Vigyána Bhairava tantrában le van jegyezve, mert ott van leírva 112, illetve hát 120 folyamat. Most a 112-es szám az azért érdekes, mert igazából ha megnézzük, a 108-as szám az nagyon sok helyen visszaköszön. 108 csakránk van a testünkben, illetve 108 plusz 4, ami 112. 4 csakrával nem tudunk mit csinálni, az magától fog aktiválódni, hogyha a másik 112 aktivizálódik. De van 108 csakránk, amiket, hogyha aktivizálunk, akkor elérjük a tudati tökéletesség csúcsát. Erről most nem megyek bele, mert ez is egy külön téma, amiről majd fogunk beszélni, de az a lényeg, hogy mert a különböző csakráknak a számai, tehát lett adva a csakráknak megfelelően 112 út, vagy 120 út, és akkor ez lett nyilvánítva, mint a jógának is az alap tudása. Az, hogy a különböző ezeken a folyamatokon keresztül te hogyan tudod elérni az önmegvalósítás tökéletességét. Aztán ez a jóga tradíció jön le a különböző vagy ez a jóga tudás, ez a primordiális tradíció, ezt úgy mondják, hogy minden tradíciónak a gyökere, ez jön le szépen különböző más tradíciókon keresztül. Jön le a sajvizmuson keresztül, ez nagyon érdekes, mert hogyha megnézzük a történelmi feljegyzéseket, a történelmi régészeti leleteket, mindent, akkor igazából azt fogjuk látni, hogy a védikus kultúra előtt volt a tantrikus kultúra, amit úgy hívnak, hogy prevédikus kultúra, tehát ami fölfedezhető, ugye például Harappa, meg Mohenjo-Daro-nak, sok-sok ezer éves városoknak a régészeti leleteit, akkor látjuk, hogy a jóga kultúrája ott az egy nagyon domináns volt, mert királyi pecséten láthatjuk Sivát ülve meditálni. Ilyen vadakkal, aggancs van a fején, ugye ez egy szimbólum arra, hogy Siva, mint a vadak ura, ugye az élőlényeknek a pasupati kultúrának, tradíciónak a képei, szimbólumai jelennek meg. Ez még jóval ősibb, mint ahogy Vyasadeva védákat egyáltalán kinyilvánította. És aztán úgy utána beáramlott a védikus kultúra, ugye az árja, Indiában az árják beáramlásával, és akkor ott kialakult a három véda, utána lett később hozzácsatolva még egy, az Atharva véda, és akkor ott már ott megjelentek a különböző darsanák, ugye a hindu hat nézőpont, ami már szintén a jógának a különböző részeit tanítják, és mondhatjuk úgy, hogy ez az eredeti primordiális tradíció, ez sok más ágra bomlott szét, és ezt összességében tudjuk úgy mondani, mert hogy hinduizmus vagy egyfajta jóga kultúra. Na most természetesen minden tradíciónak van egy saját történelme, ami visszamegy a teremtésig, és csak az van. De hát igazából itt az a helyzet ezzel, hogy ez sehol nincs leírva. Tehát itt nézzük azokat a dolgokat, amik az információk, és akkor abból össze tudjuk rakni a szintézist. Tehát nézzük azt, ami visszavezethető. Szóval itt a jógának a kultúrája, az lejön, ugye azt mondják, hogy Sivától jön, ugye Adi jógitól, és Patanjali, aki egy a jóga szentírások szerint szintén egy avatár volt. Avatár az azt jelenti, hogy isteni síkról valaki megtestesül és kinyilatkoztat. Ugye az avatár nem a kék farkas ember, vagy milyen olyan farkuk van, meg egy nagy hegyes fülük, hanem az avatár az azt jelenti, aki alászáll.
és kinyilatkoztat. Ugye az univerzális időben sok avatár megjelenik, azért, hogy ez a kinyilatkoztatás megtörténjen. És Patanjali is egy ilyen avatár volt, hogy azt mondják, hogy ő Vishnunak, ugye Anantasésnek volt az avatárja, aki egyébként a Saiva kultúrában Anantasés, ő a 8 Vigyésvarának, a tudás urainak az első avatárja, ő egy rudra forma igazából, Sivának egy formája, aki Anantasésként megjelenik. Szóval most ezt nézhetjük Vaisnava szempontból Vishnu inkarnációja, Saiva szempontból egy rudra. De ezzel sok ilyen dolgokkal fogunk még találkozni, mert például Hanumán is azt mondják, hogy az a Vishnu, hát ő is egy rudra avatár volt, azért volt pláne vörös. Na mindegy. És Patanjali is egy ilyen avatár volt, aki a jogát az előző tradícióknak tehát ezt a Patanjali jogaszutrában mondja a Patanjali, hogy én most elkezdem a tanítást a jogáról az előző tradíciók szerint. Itt is megint látjuk azt, hogy valaki utal az előző tradíciókra. Tehát nem a saját kitalációját mondja, utal az előző tradíciókra. Megnézzük a Hatha Yoga Pradipikát, Svatmarama, ő ugyanúgy egy másfajta szemszögből mondja, hogy ez a tudás ez jön, azzal kezdődik a könyv, hogy ez a tudás ez jön Adi Yogitól, Sivától, elmondja a tanítványláncot, és azt mondja, az én gurumtól én kaptam, és én Svatmarama elmondom a Hatha Yoga Pradipikát. Itt megint látunk egy tradicionális vonalat lejönni. Tehát azt látjuk, hogy a spiritualizmus az mindig jön egy autentikus forrásból, amiket majd későbbiekben a következő részben meg is fogunk határozni. Megint egy kicsit előre ugrottam, csak hát így megy a fejembe a gondolat, szóval megyek arra, amerre kell menni. De itt akkor az a lényeg, hogy a jóga kultúrája az nagyon-nagyon sok vonalon fut. És hogyha leragadunk egyfajta nézőpontban, igazából elveszítjük a képet, a teljes képet. Ezért kell mindig nagyon polidimenzionálisan látni ezeket a dolgokat, és akkor én ebbe próbálok nektek segíteni, hogy mindig próbálok utalni különböző tradíciók nézőpontjairól, hogy itt egybe lássuk a dolgokat, és itt majd rengeteg jógán túli, sőt indián túli tradícióknak a filozófiájáról is fogok beszélni, szintézisben a jógának a tanításaival. Tehát itt próbálok nektek egy sokkal univerzálisabb képet adni a jógáról, hogy ne legyen az, hogy valaki utána megjön ezzel, hogy ez a jóga ezt tanítja, és a Biblia az hülyeség. Ezen az úton is lehet menni, ugye vannak ilyenek, minden hülyeség a világon, csak a jóga az egyetlen. Csak hát ezzel az a probléma, hogy az ugyanúgy jóga. Csak nem úgy hívják, és nincs benne ászana vagy. Tehát itt ez nem az ászanáktól függ a jóga, hanem az is egy módszer, de van másfajta módszer. A jóga az azt jelenti, hogy a tudatunk az bekapcsolódik a transzcendensbe, és egy transformáción keresztül megy át, amikor is ez a fajta materiális én képzetünk, ami nekünk van, amit úgy hívnak, hogy ego vagy ahamkár, ez egy ponton fel fog oldódni, és meg fog nyilvánulni az eredeti isteni éned, ami egy transzcendentális lelki azonosság, teljes tudás, gyönyör, örökké valóság állapota, amit most ugye ezt a trónt most bitorolja az ego, ami a korlátolt individuumnak ugye az, aminek azt gondolod magad, megkérdezném sorba, hogy ki vagyok én? Mindenki adna rá egy kondicionált választ. Hát férfi vagyok, nő vagyok, ez vagyok, az vagyok. Ez mind nem te vagy. Erről szól a jóga. És hogy ezt a dolgot, hogy hogyan fedezed föl, erre vannak különböző folyamatok, és megyünk a szentírások alapján, megyünk a guru segítségével. A guru az nem én vagyok. A guru az egy elv. A guru az megnyilvánul valakin keresztül. Ezt is ki fogjuk fejteni, hogy mit jelent guru. De ez nem egy karakter, aki hú, akkor ő a guru, és akkor őt imádni kell, hanem a guru az a hordozó. Az a kegynek a hordozója, ő a csatorna. Nem jelenti azt, hogy kevésbé imádandó, mint maga a kegy, ez a tudás, de mégis van különbség a pohár és a pohárban lévő nektár között. Szóval a jóga tradícióban a gurunak a személyisége az elengedhetetlen, mert az hordozza a nektárt. Ugye hiába van nektár, hogyha nincs poharad, nem tudod meginni. Szóval nem tudod megkapni a nektárt, hogyha nincs egy hordozó eszköz. Szóval ez a guru. És a gurunak a principiumáról is fogunk beszélni, hogy milyen fajta guruk vannak tanítók, ácsárják, van beavató guru a spirituális rendszerben.
és hogy kinek mi a szerepe, stb. 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 És hogy hogyan segít nekünk ez az elv, hogy a Szentírás meg a gurunak az elve, hogyan segít bennünk realizálni ezt a fajta állapotot. Tehát a jóga az arról szól, hogy ezt az elméleti tudást, amit kapsz, az realizációvá válik. Ami egy nagyon-nagyon misztikus transformáció, mert az a fajta korlátolt tudati gondolkodás, amiben most létezünk, ezek a korlátok le fognak omlani. És a tapasztalás, amit most mi tapasztaljuk, ezt a 3D-s világot, akkor ezek a korlátok le fognak omlani, és sokkal többet fogunk tapasztalni akár a körülöttünk lévő világból. Aztán utána ez a dolog elindul a spirituális énünk tapasztalásába, a transzcendentális világ tapasztalásába, és az abszolút konklúzió tapasztalásába fog kulminálni ez az egész, és ez egy mind megvalósítható tudományos folyamat. Tehát a jóga az az önmegvalósítás folyamata, önmegvalósítás tudománya. Na most ez egy nagyon ilyen tudománytalanul hangzó dolog, ugye? Ez a, miért mondom én azt, hogy tudomány? A jóga, lélektudománya. De várjál már, a lelket nem látjuk, tehát akkor az innestől kezdve nem is tudományos. Tehát ez egy ilyen paradoxon, ugye ellentmondás. Hogy lehet valami tudományos, ami lelki? Na, szerintetek mi definiálja a... Hogyan definiálnátok a tudományt? Bemondás alatt nem. Te csöndben maradsz. Ha? De hogyan definiálnád? Mi tudományos számodra? Nagyon egyszerű, nem kérdezek nagy dolgokat. Mi tudományos? Nem kell túl gondolni. Mi tudományos? Igen, bármi. Ami? Ez nagyon tág fogalom. Nem mérhető, nem ilyen definiálható, ezt gondolnánk, ugye? Nem. A tudomány az, hogyha fölítod a szótárt, azt fogja jelenteni, van egy elmélet, van egy folyamat, és van egy bizonyság. Itt elhangzott valahogy bizonyítható. Na most az elmélet, hogy tudomány, az azt jelenti, hogy elmélet, folyamat, bizonyság, ez nem tartalmazza magában azt, hogy érzékszervekkel bizonyítható, hanem az, hogy bármilyen módon bizonyítható, azért tudományos. Szóval itt a jóga az egy olyan tudomány, ami elmond a jóga szentírások elmondanak egyfajta elméletet, az ajánl folyamatokat, ami által te tapasztalatot nyersz önmagad eredeti azonosságáról, az abszolút igazságról, a dimenziókon túli világokról, ami a valóság. Ez a jogának a tudománya, ezért tudomány. Mert mindenki, aki a megfelelő módszeren ezen elindul, az tapasztalati úton szerez bizonyságot arról, hogy az elméletek, amiket tanul vagy olvas, az valóság. Szóval ez egy tapasztalati út. Ezért van az, hogy igazából az elméletek célja a tapasztalás. Ugye sokan vannak ilyen spirituális utak, akik állandóan azon rugóznak, hogy nem kell tapasztalni. Ember, hát miről szól akkor a jóga? Miről szól a spiritualizmus, hogyha én beszélek valami spirituális ideákról, hogy én lélek vagyok, meg ilyen a Vaikuntha, meg a spirituális világ, meg ez meg az, hogyha én nem akarom tapasztalni, akkor mit keresek az úton? Az útnak az a célja, hogy megtapasztald, hogy ledobd ezeket a korlátokat, hogy megvalósíts, hogy lélek vagy, nem elméletben, hogy én olvastam könyveket, azt akkor én tudom, hogy lélek vagyok. Ez nem számít semmit. Azok az utak, amik csak elméleteket mondanak el, és nem vezetnek téged realizációra, azok zsákutcák. Nem potens utak. Tiszta sor. Mert ha valami működik, akkor működik. Szóval itt például a Bhagavad Gita-t, hogyha valaki olvasta a Bhagavad Gita-t, nem? Szóval a Bhagavad Gita-ban van egy sztori, amikor Krishna mindig fölveszi a gurunak a szerepét, és tanítja a barátját, Arjunát, a transzcendentális tudásra, a jógára, a metafizikára, szamkhya filozófia, lélek, stb. És egy ponton, a 10. énekben, vagy ugye ott a 10.-11. ének körül, akkor ott fejezet körül,
akkor egy ponton Arjuna azt mondja a gurujának, hogy oké, de mindezt a dolgot, amit most tanítottál, én ezt szeretném látni. És akkor azt mondja Arjuna, vagy Arjunának Krishna, mint a guru, hogy oké, akkor mivel te, neked nagyon kedvező az attitűdöd felém, nem vagy irigy rám, akkor én fölfedem neked a valóságot. És adok neked egy olyan isteni szemet, amivel látod azokat a dimenziókat, ami a valóságról szól. És akkor fölfedi neki az univerisvarúpát, fölfedi az Úrnárayan formáját, és mindent ott lát, extázisban van, transzban van. Ad a guru egy isteni szemet a tanítványnak. Nem csak tanítja mindenféle elméletekre, meg akkor a könyvekből előhúzogatjuk itt minden, rakjuk ide-oda, ha valamit nem tudok, akkor az majd megnézem a könyvbe. Tehát a guru principium fog téged fölemelni a megvalósítás szintjére. A tanítások által is, de önmagában a filozófiai tanítások igazából realizáció nélkül olyan, mint a pejva, amiben nincsen mag. Tehát a búza mag már nincs benne a pejvában, ez csak egy üres dolog, lehet életeken keresztül filozófálgatni, semmire nem mentél, realizáció nélkül. Szóval itt a jogának a célja az az, hogy itt egy képesített guru, egy transzcendentális szentírás a folyamat által te fölemelkedj a valóság realizációjának a szintjére, és akkor ott onnastól kezdve neked valóban tudományos lesz a folyamat, nem pedig egy elmélet. Mert hogyha beszélünk dolgokról, hosszú éveken keresztül filozófiálunk, és aztán jön egy szituáció, amikor kéne alkalmazni ugye a tanultakat, lélek vagyok, halhatatlan vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, jön egy vírus, hopp, ki sem mozdulok a szobámból, azonnal maszkba öltözök és rettegek. Ez nem a realizációnak ugye az az állapota, itt lehet azt mondani, hogy lehet, hogy valakinek nagyon sok transzcendentális tudása van szentírásokból, ami önmagában mondjuk úgy, hogy semmit nem ér. Mert az az ember, akinek nagyon nagy tudása van a sásztrából, de nincsen semmi tapasztalása, az ugyanazon a szinten van, mint aki semmit nem tud a sásztrából, mert semmivel nincsen közelebb a valósághoz ez a helyzet. Szóval ezért mondom azt, hogy az út az tudományos, mert a jóga folyamatával, a különböző jogikus folyamatokkal a tanítványnak realizációhoz kell jutni. Ha nem működik, akkor utat kell váltani. Tehát a cél a realizáció. Nem az, hogy valami dogmába leragadjak, és egy életen keresztül eredmény nélkül csináljam. Próbálnék takarítani, de nincs áram a konnektorba. Persze, hogy nem tudtam kitakarítani. Akkor azt mondja, nézzük meg, egy másik konnektorban van-e áram. És akkor, várjál, működik a porszívó. Wow, kitakarítottam. De jó. Szóval addig kell menni, ameddig nem talál az ember egy olyan utat, ami őt realizációhoz viszi. És ezért van igazából, ugye a Vigyána Bhairava tantrában ott például mondanak is 120 utat, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy valamilyen út, ez a különböző jóga szinteknek megfelelő útak. Majd erről is beszélünk, hogy a jógában van háromféle szint. Igazából mondjuk az, hogy kezdő, haladó, fejlett szint, és van a teljesen felszabadult, megvilágosodott szint. Ott mindegyikben vannak gyakorlatok. Tehát, és némelyik nagyon egyszerű is. Tehát itt nem... Ez megint ugye a jogának a tradíciójában nem létezik az, hogy ez az egyetlen folyamat van, ami működik, és csak ez. Ez nem igaz. Ez egy nézőpontból lehet, hogy valakinek igaz, más nézőpontokból nem. Ezért nagyon-nagyon hasznos az, hogyha valaki a jóga vagy a spiritualizmus útján jár, tanulmányozzon át rengeteg másik utat is. Nem kell semmit elfogadni, hogy hú... De megmondom őszintén, őrült nagy meglepetésekkel fog találkozni, hogyha nyitott elmével elolvas más könyveket is. Nem azzal az elmével, hogy keresem a hibát abba, hogy miről beszél itt, ez nem egyezik azzal, amit nekem tanítottak, hanem úgy nyitott elmével leülsz, elolvasol egy könyvet, elolvasol még egyet, áttanulmányozol 30-40 spirituális tradíciónak az ősi szentírását. Én ezt csináltam az elmúlt időszakban. Elmúlt egy évben, és megdöbbentem. És átíródott bennem minden. Várjál már!
Ez nem meszik olyan forrónak ását. És egy nagy transformáción is mentem keresztül, mert azonnal beindultak azok a folyamatok, amik 30 éven keresztül nem voltak olyan intenzívek. Szóval azonnal látom, hogy várjál, itt egy működőképes dolognak kell lennie. Mert néha az ilyen kiszáradt utakban, ott sokszor nyomják azt, hogy ó, nyomjad, nem kell tapasztalni, majd halálod pillanatában valami lesz. De nem lesz. Nem lesz. Halálod pillanatában azt fogod elérni, amilyen tudatállapotban eljutottál a legmagasabb szinten az életedbe. Amilyen szinten te stabilizálódva vagy a lelki tudatállapotodban, halál pillanatában az a történet fog előjönni. Semmivel nem lesz több. Hiába állnak körülötted, mantráznak, ütik a mindenféle, toszorják rád a szentelt vizet, vetik rád a keresztet, mondja a mi atyánkot a pap, semmit nem fog számítani. Ez nem igaz, ez nem valós. Ebben az életben kell elérni ezeket a dolgokat, mert hogyha ebben az életben eléred a maximumot, a teljes megvalósítást, akkor igazából nincs halál. De erről is fogunk majd beszélni, ez egy misztikusabb történet, hogy a különböző transzállapotokban, meditációs állapotokban, amikor az ember már átlép egy bizonyos pont fölött, akkor az ego elhal. Szóval ott már nincs jelen az ego, szóval ez egyfajta kis halálnak hívják ezeket a meditációs transz élményeket, ha valaki eléri, de erről majd később. Szóval itt azt fogjuk elérni, az van, ami van. És hogyha valaki elégedett egy életen keresztül azzal, hogy semmit nem valósít meg abból, amit olvas, és majd azt gondolja, hogy a halál pillanatában valami őrült nagy változás lesz, akkor azt kell mondanom, hogy nem. Nem lesz. Akkor az egy életen keresztül becsapta magát, az következő életében folytatja tovább ezt a dolgot, ameddig túl nem tudja lépni azt a fajta leragadását. Szóval minden spirituális gyakorlónak én azt tanácsolom, hogy nagyon-nagyon sokat olvasson, tanuljon. Nincsenek mumus filozófiák, nincsenek mumus könyvek. Szemfelnyitó könyvek vannak, rengeteg. Ugye az ember használja a buddhiát, ezt az intelligenciát, hogy hogyan érteni meg ezeket a dolgokat. Az intellektus fejlesztése a buddhiban, ugye a buddhi jóga, az azt jelenti, hogy a buddhit használod. Nem pedig le buddhúz. Szóval ez a jogának a folyamata, és akkor itt mondhatjuk azt, hogy ugye mint használtam ezt a szót, hogy tudomány. Na most itt a tudomány, akkor itt megint egy érdekes dologról beszélünk, mert a tudomány, hogyan tudom én a mai tudományt összekötni a védikus, tantrikus, ősi spirituális kultúrák tudományával, mert hogyha most nézzük csak egy kicsit menjünk azon az úton, ahogy Krisna megy a Bhagavad Gita-ban, hogy a transzendentális tudás tanítása útján egyből az első lépés, hogy elkezd Samkhya filozófiáról beszélni Arjunának. Na most a Samkhya filozófia az a 6 darsana közül az egyik, Kapila Dev tanította, akit úgy mondják, hogy Vishnunak volt egy inkarnációja, Saivák azt mondják, hogy ő egy kumára avatár, ő egyfajta rudra avatár. Itt is megint más nézőpontok vannak ugyanarról a szeméről. Igazából a kettő ugyanazt jelenti, csak bizonyos nézőpontokból. És ő tanította a Samkhya filozófiát, ami beszél, védikus szinten beszélnek 24 plusz 1 tatváról, az 24 plusz 1 energiát jelent. Saiva tantrikus szinten beszélnek 36 tatváról, mert ott hozzáveszik a spirituális tatvákat is, szóval elmegyünk 36 tatváig. Milyen érdekes, hogy egy kör, amikor körbenézel, hány fok egy kör? 360, ó. Tehát 10-szer 36. Ugye? Ha nézzük a 10 szefirát, ugye a kabbala, az ősi zsidó miszticizmusban a 10 fő principium, és a tatvákat beszorozzuk, már is 360 foknál vagyunk. Egy kicsit így a különböző kultúrák, spirituális nézeteit, hogyha hozzuk, akkor itt megint látunk egy szintézist, ugye? Nem kell semmit sem elvetni. Szóval itt arról van szó, hogy ugye ez a 36 tatva, ez kezdődik, a durva szintről menjünk fölfelé, jó? És akkor ott nézzük, hogy van az 5 elem.
Most, ha nézzük a csakrák szintjén, hogyha nézitek a csakrákat, akkor alul van a muladar csakra, ez a földelem, aztán kezd finomodni. Van a... Igen, ugye? Milyen elem? Víz. Manipura. Tűz. Anahata. Levegő. Éter. Hang. Most utána van két spirituális csakra, ami a Vaikuntha világa és ami a teljességnek a szahaszrárának a csakrája. Ezek spirituális fő csakrák. Na most itt is láthatjuk, ugye beszéltem a 108-as számról. Itt a 108 igazából a 7 fő csakrának van 16 al csakrája. Úgy jön ki a 108 igazából. Hát mindegyiknek van egy 16-os leosztása. Ezek a fő csakrák, és ezek a tatvák szerint be lehet osztani, hogy a durva elemektől jövünk fölfelé a spirituális tatvák felé. És akkor itt megyünk, hogy föld, víz, tűz, levegő, éter. Ezeket hívják úgy, hogy pancsabúták. Pancsabúta az azt jelenti, hogy az öt durva elem. Ez a 36-ból a legalsó öt. Most egy kicsit beszélünk metafizikáról, csak hogy összetudjam kötni nektek a rendes fizikával. Ez az öt elem... az, amit igazából a nyugati fizika, a materiális fizika tanulmányoz. Ugye? Igazából az étert nem tudják tanulmányozni, az egy nagy kérdés, mert ők úgy határozzák meg, hogy űr, de ebben a világban nincsen semmi űr, ez tér. Amiben az atomok elemei, a kvantumok mozognak. Ott van egy tér. Mert ez a négy durva elem, ami egyre finomodik, és van egy plusz, ez az éteri, ez már finom fizikális elem, akkor ez a pancsabúták. Na most a földelemet tudják vizsgálni a tudósok. A vízelemet tudják. A tűzelemet az már egy határeset. Hogyha valaki kvantumfizikát áttanulmányozza, akkor fogja látni, hogy ott már az információk zavarosak. Nem, a tűz még megvan. A levegő az, ami már zavaros. Az éterről csak elképzeléseik vannak. Képzeljétek el, hogy a nyugati fizika, ez a csodálatos kvantumfizika, ez a 36 tatvából 3 és felett tud normálisan tanulmányozni. Na akkor itt látjuk azt, hogy mi a különbség a fizika meg a metafizika között, hogy a sok ezer évvel ezelőtt metafizika sokkal mélyebb tudásról, dimenzióról beszél. A metafizika az már beszél az anuról. Az anu az azt jelenti, hogy oszthatatlan, beszél az atomról. Amiből később jött a görög atomos szó, amiből lett az atom szó. Na most itt akkor megállunk, nézzük az atomfizikát, ami az atom, úgy gondolták, hogy az atom az oszthatatlan, illetve vannak darabjai, és aztán utána oda jutottunk el, hogy az atomfizika megbukott, és ma már kvantumfizika van. Na most ez a kvantumfizika, ez azt állapítja meg, egyre jobban megyünk, közeledünk a Samkhya filozófia metafizikának a konklúziójához, egyre jobban közel, ahogy a tudomány fejlődik, egyre jobban egybeesik a sok ezer éves metafizikával. És akkor itt arra jutunk, hogy itt a kvantumfizikában a mai elmélet az az, hogy van az atomok is, az atom is osztható, és akkor ott vannak különböző kvantumok. És a kvantumok is oszthatók. Tehát azt gondolták, hogy a kvantumokon túl már nincs. De utána már ott tartanak, hogy igazából rájöttek arra, hogy egy beazonosíthatatlan fajta energia, rezgés, egyfajta hang, csomagok, amik információt hordoznak, ezek a kvantumok összetevői. De ezt már nem tudják vizsgálni durva érzékekkel. Szóval itt állt meg a kvantumfizika. Ennyit tudnak látni durva érzékekkel a tudósok, ennyit tudnak vizsgálni a műszereikkel. Szóval megállt a tudomány 3,5 tatvánál, vagy négy, hát mondjuk 4 tatvánál. Na most a jóga sokkal több dologról beszél. Mi? Várd ki a végét. még nem értünk a végére. Szóval akkor menjünk tovább, oké. Tehát itt az a lényeg, hogy a durva szinten beszélünk 5 elemről. Na hát most ez egy kicsit nevességesnek tűnik, mert hát azért mindenki volt kémia órán, szóval Mendelejev rendszer, mindenkinek megvan. Hány elem van a Mendelejev rendszerbe? Ennyi? 120? 120. 120.
Hát akkor ez az egész védikus szamke filozófia nagyon-nagyon tudománytalan. Itt csak öt elemről beszélnek, de Mendelejev kitalálta a 120-at. Szóval itt nem is tudományos. Nézzük meg, hogy az öt elemből hogyan nyilvánul meg a 120. Azt mondják a jóga szentírások, ami egyébként egybe jön azzal a dologgal, hogy az anyagi világ az egyfajta kiáradás. Anyagi szemszögből mondhatjuk azt, hogy a semmiből jön. Spirituális szemszögből nem semmi az, csak úgy tűnik az anyag, mintha kiáradna az éterből. Nagyon hosszú tudás, ebben nem mennék bele részletesen, ezzel nem kell annyira foglalkozni, valakit érdekel, kitérünk rá, de az a lényeg, hogy minden az éterből materializálódik igazából. Van egy éteratomod. Az éteratomnak a fele lesz egy negyed rész levegő, egy negyed rész tűz, víz és föld. Amikor ezt lebontod róla az étert, akkor marad 50% levegő, tűz, egyharmad tűz, víz, föld. Ezt megint tovább bontod, akkor lesz fél tűz, egy föld, egy víz, megint tovább bontod, ezt mind lebontod, és akkor elérkezünk a földelemhez. Amikor ezt az egészet, ezeknek a kombinációit, mert ezeknek vannak kombinációi, tehát itt van étertípusú éter, étertípusú levegő, étertípusú tűz, étertípusú víz, van levegőtípusú éter, levegőtípusú levegő, levegőtípusú tűz, és akkor megyünk így végig, víz, levegőtípusú víz az mi? A pára. Ugye? A tűztípusú, ugye? A földtípusú, melyik a földtípusú víz? A jég. Ezek a különböző dolgok, különböző kombinációkat, ha összeadod 5-ször, 4-ször, 3-ször, 2-ször, 1, az 120. Tehát ott vagyunk az univerzum elem, ennek a síknak legalábbis a földi síkon tapasztalható elemek 120-ban állunk meg, ugye az elemkombinációkkal. Na most természetesen az univerzumnak ezen az anyagi, mondjuk ugye a materiális elemi síkján van másik 5 fő dimenzió. Tehát vannak olyan világok, amiket nem tapasztalunk, mert mi a földi síkon vagyunk, mi a legalacsonyabb síkon vagyunk, és nem tapasztaljuk ezeket a dolgokat. Ott van még másik 5, tehát hogyha ez beszorzod, igazából az anyagi manifestum az 600 elemből áll, elem kombinációjából áll. De ez egy egész bonyolult rendszer, ez a szamke filozófia. De az a lényeg, hogy a kvantumfizika oda jutott, hogy igazából az anyag az hang. Ez elég nonsense, nem? Ugye egy kalapáccsal megkopogtatják a fejedet, az ugye milyen típusú hang, nem? De az is hang, és ez kvantumfizika, ezt nem én mondom, ez hang. Az anyag besűrűsödik egy hanggá. Sőt, és ezt nem olyan régen olvastam, hogy igazából hogy egy 100 decibeles hangot felnyomsz, azt hiszem 40-szeresére, az már fény. Milyen érdekes, hogy a fényből jön a hang, és a hangból manifestálódik az anyag. Szóval itt minden rezgés, minden egyfajta energiamozgás, ami egy hálóba van kötve. Ugye milyen érdekes, amikor mondtam az elején, hogy a tantra az azt jelenti, hogy szövet. Mint hogyha egy információ szövet lenne az univerzum. És ennek vannak különböző síkjai. Szóval a jóga szentírások magyarázzák, hogy ebben az univerzumban, ebben az aranytojásban, ez a hiranyagarbában van 49 dimenzió. A 49 az 7x7. Majd itt látjuk, hogy a 7-es számnak, mint a 7 fő csakra. Ugye a 7-es szám az rengeteg fajta módon vissza fog köszönni majd. A spiritualizmusban, meg ugyanúgy a jógában is. 7x7, mert a fő dimenziók vannak, és annak vannak aldimenzió, ez 49 dimenzió. Ennek a legalján vagyunk most, ezért tapasztaljuk ezt a fajta rezgést, amit a tudósok azt mondják, hogy azt hiszem 390 és 750 nanométer közötti fényt vagyunk képesek tapasztalni. Ez az, amit mi látunk, mint magunk körülötti világ. De azon túl van sokkal több. És akkor itt most behozom nektek azt a történetet, hogy ugye a Matrix című film. Milyen érdekes, Matrix latinul azt jelenti, hogy anya méh. És ennek van egy szanszkrit megfelelője is, amit úgy hívnak, hogy Matrika. Matrika az azt jelenti, hogy félreértett anya. Azaz az anya természetnek az illúziódikus természete, amit az élőlény, aki benne van, az félreért. Tehát
nem úgy vannak a dolgok, ahogy látod. Ugye a Matrix című filmnek mi volt a fő mondani valója? Az, hogy van benne egy egyén, van egy individuum, benne van egy hamis energiára, amit ő hamisan egy illúzióban él. Azt gondolja magáról, aki, azt gondolja, hogy ez a szerepe. Benne van egy kivetített holografikus szimulációban. Mit jelent az, hogy kivetített holografikus szimuláció? Ugye egy hanguniverzumban van, ami amúgy nem létezik, csak ki van vetítve transzendentális síkról. Tehát ez a történet igazából egy szempontból létezik, de egy szempontból, mivel illuzórikus, ezért mondjuk azt, hogy nem létezik, mert állandóan változó. Ugye? Eléggé kezd begavajodni a történet. De az a lényeg, hogy itt miről szól a dolog? Az, hogy van egy élőlény benne, és elkezdi használni a buddhiát. Gondolkozik az ember. Ugye? Nem az, hogy nem gondolkozik, mindent a szájába rak a Matrix, és akkor mondja azt, amit mondanak, ugye? Hanem elkezd gondolkozni. Valami nem stimmel. Valami nem stimmel ebbe a világba. És ugye, amikor jönnek azok a Matrixnak az ügynökei, hogy nehogy elkezdjél gondolkozni, ugye, akkor milyen kéztartás, milyen mudrát mutat a Neo, mikor mondják neki, hogy hát van egy ilyen mudra egyébként, amivel Ganges vizet csinálnak, csak ezt nem lefelé használta, hanem ugye, amikor mondta, hogy tudjátok, mit gondolok erről? Ezt. Ugye? A filmben mindenki látta ezt, hogy milyen érdekes, hogy egy nagyon forradal már nagyon ellene megy annak a dolognak, amit a rendszer diktál. Ugye ez egy nagyon negatív pont a Matrix világában, amikor te ellene mész a vallásoknak, amikor ellene mész a különböző mainstream, ilyen főáramlatú Matrix gondolatoknak. Miért? Mert elkezdesz gondolkozni. Várja, itt valami nem stimmel. Itt valami nem stimmel. Nem stimmel valami a tudományban, nem stimmel valami a vallásban, mert ezek mind egy vonalon mennek. A vallás és a tudomány úgy néz ki, hogy külön, az egyik az valami nagyon lelke, a másik nagyon anyagi, de a materialista vallások azok ugyanaz a mainstream vonal, ugyanazt képviselik, csak egy más aspektusból próbálják csapdába húzni az embereket. De a valódi spirituális ember az ezt nem nyeli be, az gondolkozik. Ez mondja a Bhagavad Gita, hogy buddhi jóga, használd az intelligenciádat, sose fogadj el semmit, anélkül, hogy átgondolnád. Állíts szembe, érvelj, használd. És aztán jussál egy végkövetkező. És akkor ugye Neo használta ezt a dolgot, és ugye ahogy mondja, ugye azt hiszem Kaczynski mondja ezt, hogy amikor a tanítvány kész van, akkor a guru megjelenik. Ugyan így volt. Ugye amikor elindult, és beáll abba az állapotába, ugye Neo, ugyanabba az állapotba áll be, amiben a Bhagavad Gita elején Arjuna beáll. Hogy ott ül a szekéren, teljesen össze van zavarodva. És akkor azt mondja Krishnának, hogy Sisyasteham Sadimantvam Prapannam. Most már nem tudom, hogy hogy vannak a dolgok. Semmi mást nem akarok, csak az igazságot. Taníts engem. Nem voltak elképzelése, hogy ezt én tudom, meg így, meg úgy, meg én nagyon okos vagyok. Nem volt semmi ez. Mert ez, ugye ahogy mondtam az elején, hogy ha valaki azt gondolja magáról, hogy tudja, azon a ponton bukott el. Egészen addig, ameddig mindent nem tapasztal. Akkor mondhatjuk azt, hogy minden tudás állapotában van. Egy önmegvalósult személy állapotában. Addig csak gondolhatja, hogy valami van. De az a lényeg, hogy amikor az ember rájön arra a pontra, hogy oké, feladom, nem tudom. Ezt is próbáltam, ezt is, sehol nincs eredmény, nem tudom. Amikor ebbe a kétségbe esett állapotodban vagy, amikor ki tudod mondani azt, hogy nem tudom, a guru megjelenik. A guru elv megjelenik, valakin keresztül, valamilyen forráson. Ott lesz egy könyv, ott lesz egy videó, ott lesz ez, ott lesz az, és a szem kinyílik. És ugye mi volt, ugye? Elvitték a guruhoz. Na akkor a guru ott egy kérdés elé állította. Nem tudok semmi mást ajánlani, csak az igazságot. Nem fogom megoldani az életedet az anyagi világban, nem lesz ez, nem leszel gazdag, nem tudok neked adni semmilyen dolgot, egyetlen dolgot, kinyitom a szemedet az igazságra. Ha beveszed ezt, fölkelsz az ágyadban, folytatódik az élet tovább, semmire nem fogsz emlékezni. Ha ezt beveszed, megmutatom, milyen mély a nyúl ürege. A milyen mély a nyúl ürege az azt jelenti, hogy a valóságot kinyitja, ami a misztérium. Ami nem egy ilyen minden sarkon megtalálható igazság. Hanem kinyitja, és akkor kiszedi a valóságból, mondjuk, hogy eléri egyfajta megvilágosodás állapotát, amiben
átlátja a valóságot, és átlátja a Matrixot. Ugye? Szóval ott van abban a filmben az a mondat is, erre akartam kiukadni, hogy igazából ugye volt egy rész, amikor beteszi egy programba, és akkor hirtelen meglepődik, hogy ez mi, ez a valóság? Azt mondja, mi számodra a valóság? És akkor mondja, hogy amit te valóságnak gondolsz, az csak a fény, ugye, ami lejön egy objektumról, ami beáramlik a szemlencséden keresztül, egy képet csinál az agyban, ad egy információt, azt gondolod te valóságnak. És akkor itt jönnek össze a szálak, hogy mi a Samkhya filozófia, a jóga filozófiájának a metafizikája, mit támaszt alá a kvantumfizika, és mit mond a spirituális út, hogy én nem tapasztalom magam körül a valóságot, és egy illúzióban vagyok. Onnastól kezdve eljutsz arra pontra, hogy nem tudom. És hogyha nagyon őszintén akarod tudni az igazságot, én mindig azt gondolom, hogy a kulcs a lelki életben, a kulcs a jógában, a kulcs a megvilágosodáshoz, a felszabaduláshoz, az, hogy kétségbe esetten akarod tudni az igazságot. Semmi mást. Nem keresel visszaigazolásokat. Ugye sokan úgy keresik az igazságot, hogy hát keresik azt a verziót, ami neki nagyon tetszik. Ah, mindig ilyen gurúra vágytam, olyan szépen beszél, hú, olyan jól érzem magam, amikor ott van, nézem, hú, ez pont úgy öltözik, ahogy én szeretem, pont úgy viselkedik, olyan a hangja, úgy megnyugtat a hangja, amikor hallgatom. Na, ez nem a gurú. A gurú az az, pont erről beszélgettünk itt Adriennel az elején, mondta, hogy ugye tavasszal, amikor találkoztunk, vagy mikor, melyik tanfolyamon voltál? Tavasszal. Mondta, hogy azóta az élete centrifugában van, összetört minden benne, ami volt. Mondtam neki, hogy ez a guru elv. Nektek is? Ó, mindenki? Nagyon örülök. Akkor sikeres a folyamat. Jó, mondom, nem én mondtam, nyugi. Nem én mondtam, én csak... Én csak közvetítő vagyok, ne engem hibáztass. Én is így jártam, ne aggódj. Szóval itt az a lényeg, hogy a guru az az, aki guru szó, az azt jelenti, hogy guna azt jelenti, hogy sötétség vagy kötöttség. Rudra azt jelenti, hogy aki elpusztítja a sötétséget, aki feloldja a sötétséget, aki összetöri az egót. Mi az ego? Mi az egótok? Minden, amit ti gondoltok most magatokról, hogy az vagy. És a guru jön, és így összetörli, és kidobja. És odaadja neked a valódi énedet. Kiszabadít a kötöttségek a kondicionált világból. Értitek? Ugye, amikor kiszedték Neót a filmben, nem tudta az elméje felfogni a valóságot. Azt mondja, ne, tegyetek vissza, ezt nem bírom. Kidobta a tacsot. Mert ennyire megdöbbentő a valóság látványa először. Ugye azt mondják a jóga szentírások, hogy amikor először tapasztalod a valóságot, amikor először egy komolyabb transzélményed van, akkor a frász jön rád. Igazából Arjunával ugyanezt történt a csatamezőn, kész volt. Ezt úgy mondják, hogy a meglepődés mudrája, amit a jógi tapasztal, amikor a Matrixon kívül látogat először, mondjuk úgy. És annyira megdöbbentő lesz a valóság, hogy nem tudja először feldolgozni. Ezért kell a guru, mert utána az embert vezetik ebben a történetben, hogy meg tud tapasztalni biztonságosan ezeket a felsőbb tudatállapotokat, ami a szabadságnak a tudatállapota. Na most itt akkor azt mondhatjuk azt, hogy igazából a Matrix, vagy ez a matrika energia, ez igazából felfoghatatlan. Ugye a filmben is ez van, ugye, hogy nem tudom elmondani neked, hogy mi a Matrix. Ezt a saját szemeddel kell látnod. Nem azért, mert Morpheus nem tudta volna elmondani, mert ő a Matrixon túli világból jött. Ő benne mindig ott van a valóság, még akkor is, ha a Matrixban operál. Ez a guru principium. Hogy egy önmegvalósult lélek, az még ha lehet, hogy itt is van a Matrixban, de ő teljesen tudatos, ezt jelenti a megvilágosodottság, hogy teljesen tudatos az anyagi világ természetéről. Minden pillanatban látja azt, hogy ez egy energiamozgás, látja a tudatot, látja a lelket, ahogy hogyan mozog ebben, hogyan operál ebben az egészben, használja az anyagot, de nem nincs lekötve benne. Mert egy magasabb tudatállapotban van folyamatosan, éberség állapotában van. Ezt hívják úgy, hogy megvilágos. Nincs kondicionálás. Szóval, és ez egy hosszú út valakit kiszabadítani ebből a fajta kötöttségből, és erről szól a jóga.
Szóval ez a jogának a folyamata, és akkor ez az egész, az összes ilyen különböző spirituális kinyilatkoztatás, szentírás, proféták, szentek, bölcsek, filozófusok, jogik, akik az univerzum, külön univerzumban, vagy a földi síkon is, rengeteg kultúrában, tradícióban, időben megjelentek. Ők mind valamilyen formában erről a dologról beszéltek, hogy hogyan szabadítsák ki a kondicionált élőlényt, és adják vissza neki az eredeti, hogyan tudják visszakapcsolni az eredeti isteni természetébe. Szóval erről szól a jóga. Ez a jógának az útja, és ez egy nagyon-nagyon mély spirituális út igazából, aminek vannak ugye az aspektusai. Na most itt látjuk azt, hogy a nyugati világban az emberek nagyon nem így gondolják. Ugye az emberek nagy része valamilyen aspektusból fogja meg a jógát. Sport, terápia, fitness, szépség, stb. Stb. Hát ez egy nagyon alacsony szintű megközelítése a jógának. Ez mondjuk úgy, hogy a mellékhatása, vagy akár mint terápia. Ugye, nagyon sokfajta képpen a nyugati világban. Miért van az, hogy a nyugati világban a jógát ennyire eltorzítják? Miért van ez szerintetek? Hogy működik a nyugati világ? Milyen dolgok jelennek meg? Oké, akarsz csinálni egy jó bizniszt, mit csinálsz először? Végzel egy felmérést, mire van szükség. Ja. Na így működik a nyugati világ. Szóval megnézed, jön a jóga, ugye igazából a jóga kultúra először 1893-as év körül volt, amikor igazából Vivekananda eljött. Azt hiszem, talán Vivekananda volt az első, aki jógáról tanított az 1900-as évek elején Amerikában. Aztán talán szépen lassan elkezdtek jönni mások is Indiából, és akkor egyre jobban a nyugati kultúra kezdte a jógát vizsgálni, használni. Emlékszem, Vivekanandának volt egy olyan története. Vivekananda egy felszabadult, egy Jivamukta guru volt. Ő Ramakrishna Babaji-nak volt, vagy Ramakrishna Paramahamsának volt a tanítványa. És ez a Vivekananda, ez egy olyan személy volt, hogy hát ő úgy olvasta a könyveket, hogy mondok egy történetet róla. Ugye Németországban volt, azt hiszem, valahol, és beszélgetett egy nagyon magas szintű tudóssal, aki nagyon elismert tudós volt, és volt egy 700 oldalas könyv az asztalán, és pont a tudós beszélt neki arról, hogy ez milyen csodálatos dolog, de hát már 3 hónapja olvassa, de nem annyira érti ezt a könyvet, még mindig nem érti ezt a dolgot. Mondta Vivekananda, hogy ugye tudná adni ezt a könyvet egy kicsit nekem? Szóval, hát persze, odaadom, de most mit fogsz vele kezdeni? Azt mondja, hát csak add ide egy órára nekem. És mondta, hogy oké, jó, de most mit fogsz csinálni egy órára? Azt mondja, csak add ide. Befogta így a kezébe, a két kezdet tenyere közé a könyvet, és behunyta a szemét. Egy óra múlva visszatosz, ebben nincsen semmi használható. Az ember így nézett, totál kibukott az ember. És csak mondta, hogy várja, egy óra alatt fogod, a bele se nézel, nem is beszélsz németül. Nem beszélsz németül, és lehordod ezt a könyvet, hogy ez egy használhatatlan semmi. Hát mondja, azt mondja, nem, azt mondja, nincsen benne semmi. Azt mondja, nem hülyeskedj, azt mondja, üsd fel az oldalt bárhol, és kérdezz belőle. Fölütöttem, te 550. oldal, és akkor így mondta mindent, ami a könyvben van. És utána minden egyes tételt, kérdést, ami volt, azt megválaszolta neki, és lecáfolta neki. Látod, hogy nincs benne semmi. Na ugye ez is egyfajta szidi, amikor, és ezt nagyon sokan csinálják, ezt a... Van egy ilyen, hát egy ilyen híresebb guru, aki... sípol a fülem. Aki, ugye a Szatguru, ő egy elég ilyen ismertebb guru, őnek is van egy ilyen története, neki is volt egy ilyen sztoria, ő is egy olyan ember, aki úgy találkozik valakivel, és akkor úgy mondjuk úgy látja úgy, ahogy van. Jelenjét, jövőjét, múltját, mindent. És akkor őnek is volt, valakivel beszélt valami atomfizikussal, és atomfizikáról beszéltek. És olyan szakzsargont használt a Szatguru, hogy mondta, hogy mondta az ember, hogy figyelj, ezt te úgy beszélsz, mint aki mondjuk 50 éve atomfizikát vagy kvantumfizikát tanulmányoz. Azt mondja, nem, csak ott van az elmédben. Most akkor onnan veszem ki a szavakat, mert te ennyi időt elpazaroltál az életedbe arra, hogy ilyenekkel foglalkozol. Én látom az elmédet, szóval minden olyan dolgot, egy finomabb szintű látása van, minden dolgot lát, hogy mi van az elméjében, akkor ő azt tudta használni. Azt mondja, tudok veled beszélgetni, mert a te elmédben ott van, azt használom.
Ez is egyfajta misztikus szidi. Nem ez a jóga célja, ne értsétek félre ezeket a dolgokat, nem azért mondom, hogy ez valami vonzó dolog legyen, hogy erre kell menni. Ennél sokkal több a valóság, de a, mondjuk úgy, hogy a, amikor az ember elkezd fejlődni a haladó szinteken a jógában, akkor ezek a tulajdonságok automatikusan megjelennek. Miért? Mert mindig ott vannak, csak nem vagyunk róla tudatosak, mert befedi a limitáltság. És ahogy ezeket a limitációidat kezded kibontakoztatni, akkor automatikusan megjelennek olyan képességek. Ezt Patanjali a jógaszutrákban, azt hiszem a harmadik fejezetben beszél is ezekről a szidikről, viszont azt is megmondja, hogy a jógi ne gabajodjon bele ezekbe a dolgokba, mert akkor megint csapdába esik. Szóval nem ez a célja, ez csak a lélek eredeti természetének az, hogy ő mindentudó, az, hogy ő fölött áll az anyagnak, az teljesen természetes lesz, hogy egyre különlegesebb képességek fognak jönni a hiteles jóga gyakorlásával. Tehát ez nincsen ilyen, hogy ha egy hiteles módszert gyakorolsz, akkor nem lesz. Lesz. Ha nincs, akkor meg kérdés van azzal, hogy akkor mit gyakorolsz, vagy kitől, vagy hogyan, vagy milyen alapokon. Mert hogyha nagyon keményen csinál valaki valamilyen szadanát, és akkor mit tudom én, 10-20-30 év alatt semmi nem történik, akkor az egy elgondolkoztató dolog, hogy most már én, akkor most mit csinálok. Szóval itt ennyi. Most van a tudásnak két forrása, amit még itt ennél a szekciónál meg kell említeni. Hogy akkor nézzük, hogy ez a jogáról szóló tudás, ez hogyan van. Milyen, akkor, hogyha nem a materialista tudásra alapozzuk a jogáról szóló tudást, akkor mire? Na most itt már belementünk egy kicsit az anyagi tudomány tökéletlenségébe. Miért? Mert az anyagi tudomány, az anyagi tudás az alulról fölfelé szálló tudásnak hívják, anumána, pratyaksa, hogy az érzékszerveknek a tapasztalatai és a különböző spekulációs utak által, tehát az érzékszervi tapasztalat az, amit csinálnak a tudósok, hogy gyártanak mikroszkópokat, minden, és akkor vizsgálják, és akkor következtetéseket vonnak le. A másik meg a spekulációs módszer, hát ha nem így van, akkor így, ha nem így van, akkor így. Az a lényeg, hogy ezt a jóga szentírások erre azt mondják, hogy ez egy végtelen történet, és még mindig nem jutottál el a tökéletes infóhoz, szóval ezt elveti. Nem is részletezném tovább, hogy miért nem működő folyamat, mert egyértelmű. Tehát az érzékszerveink tökéletlenek, ebbe az X szférában tudunk tapasztalni az érzékszerveken keresztül, és ez nem is lesz több. És a valóság az sokkal több ennél, szóval igazából az ilyen tapasztalati utak, vagy az érzékszervi tapasztalati utak, és a spekuláció, a korlátolt elme szüleményei, filozófálás, ez nem vezet semmire. Na most mond egy másik utat, a jóga útja. Azt mondja, hogy a valódi információt, azt a Shabda Brahman, vagy a transzcendentális síkról érkező hangvibráció, ami a valós tudást adja. Na most autoritív forrásból származni információt, az mindig a sikernek, az még a materiális tudás területén is a sikernek az alapja, nem? Ha akarod tudni, hogy ki az apukád, akkor azt hogy tudod meg? Nem lőnél a poénokat? Hogy mondják azt, hogy ez, hogy a öreg kutyának nincsen új trükk, vagy van milyen mondás? Ti ott csöndbe legyetek. Oké? Hogyan tudod neki az apukád? Nagyon egyszerű, nem DNS tesztre gondolok, nem is vírus tesztre. Megkérdezed az anyukádat, nem? Nagyon egyszerű, mehetsz ki, bolyonghatsz itt a városnak a sétáló utcáján, azt kérdezgethetsz mindenkit, maximum bezárnak. Ugye? Hát hozzáfordulsz az autoritáshoz. Van egy számítógép. Amikor a számítógépet gyártották, akkor a gyártó, a teremtője írt hozzá egy használati utasítást. Ugye? Ha nagyon akarsz potenciálisan dolgozni vele, akkor követed az utasítást, nem? Azt, aki gyártotta. Spekulálhatsz, ugye? Nyomom azt, ugye egy majmot odaültetsz a laptop elé, az nem fog neked programozni, mert csak gondolja, hogy ez, meg az, meg amaz. Vagy lehajtja, és akkor valaki szeletel rajta krumplit, mert lapos, vágódeszkának használja a laptopot.
Na, az ilyen egyébként, ezt a példát szoktam használni, hogy amikor a jogát valaki olyan dologra használja, hogy egészség, meg ilyesmi, az olyan, mint amikor egy 1 millió forintos laptopot te krumpli vágásra használsz. Annyira aknázott ki a benne lévő lehetőségeket, szóval körülbelül ilyen a dolog. És igazából arról van szó, hogy ha én akarom megfelelően használni, akkor hiteles forráshoz fordulok. Mint ahogy például mondjuk valaki akar lenni egy agysebész. Ugye akkor elmegy, és akkor autoritásokhoz fordul. És akkor azt mondja, oké, vannak az agysebészetnek orvosi könyvei, meg vannak úgymond guruk tanárok, és akkor ott tanulom. Nem pedig vészhelyzetet nézek, megnéztem az összes évadot, most már én tudok agysebészkedni. Mert ez van a mai jóga világban. Olvasok itt, olvasok ott, elmegyek, mindenhonnan szerzek, mindenféle tanfolyamokról szerzek könyveket, vagy anyagokat, és én egy nagy mester vagyok. Ember, álljál már meg, ez nem így megy. A jóga tradíciójában milyen forrásokból jönnek azok a dolgok? Szóval van két, a föntről jövő tudásnak van három forrása, amiből igazából kettő mondhatjuk úgy. Szadu, guru, sásztra. A szadu az a szanga, az a társasága, a jogiknak a társasága. Van a guru elv, a tanár, ami igazából a szanga meg a guru az nagyjából ugyanazt jelenti. És akkor van a szentírás, az meg a sásztra. Szóval a jogának a tradíciója, hogy honnan jön az információ a jogáról szóló tudományban, jön a szentírásokból és jön a gurutól. Tehát a joga az nem úgy van, ahogy te gondolod, hanem a jóga az úgy van, ahogy Patanjali mondja, meg ahogy a Svatmarama mondja, ahogy a Védák mondják, ahogy a tantrák mondják, ahogy az önmegvalósult guruk kinyilatkoztatják. És az önmegvalósult guru mindig a szentírás alapján beszél. Egy hiteles gurut úgy tudsz definiálni, hogy ő látnoki guru, ugye mondja a Bhagavad Gita, hogy Gyáninasztatva Darsana, ő látja a valóságot, de amit ő lát, azt alá tudja támasztani a szentírással. Tehát igazolja magát. Most van olyan is, vannak olyan fajta guruk is, akik csak olvasgatják a szentírást, és akkor mondják, aztán nincs semmilyen tapasztalás. Az nem guru, az egy maximum egy tanító. De a valódi guru az... A valódi guru másképpen működik, majd ezt a következő részben részletesen ki fogom fejteni, hogy ki egy guru, meg ki nem, meg mi a szentírás, meg mi nem. De az a lényeg, hogy ezek a föntről jövő információk alapján dolgozunk. Tehát képzeld el azt, hogy mondjuk a jóga folyamata az olyan, mint a vezetés. Van egy kresszkönyv, meg van egy tanárod. Hogyha te akarsz sikeresen operálni a forgalomba, eljutni A-ból B-be sikeresen, akkor kell egy jó kresszkönyv, meg kell egy jó tanár. Na most, hogyha a kresszkönyv az, hát nekem nem tetszik, én kicsit átírtam. Ugye? Van ilyen, meg a guru, mi ez a driver guru? Vagy mondják ezt ilyen sofőr oktató? Azt mondja, hát figyelj, záróvonal, nincs az betonból, menjünk. Ugye? És akkor abban baj lesz. Nem, azt mondja, a kresszkönyv az úgy van, ahogy van. Azt nem lehet átírni. Tehát a jóga szentírások azért lettek kinyilatkoztatva, mert a folyamatot úgy kell gyakorolni, ahogy ott le van írva, máskülönben nem kapod meg az eredményt. Szóval lehet, hogy valakik mondják azt, hogy ó, hát miért kell ezen ennyit lovagolni, hogy mi hiteles jóga? Hát miért kell? Hogyha akarsz eredményt kapni, akkor ha nem gyakorolsz hiteles folyamatot, akkor nem kapod meg az eredményt. Akkor kapsz valamit. De nem lehet főzni egy olyan különleges ételt, amit nehéz elkészíteni, hogyha nincsen recepted, meg nincs egy tanárod, aki azt neked megtanítja. Most nem egy bablevesről beszélek, de egy bonyolultabb ételről. Érted? Azt nem tudod kitalálni te, nem tudsz megtanulni könyvek nélkül programozni, vagy egy guru nélkül programozni. Szóval a jóga az ugyanilyen, és ezért a nyugati világban sajnos ez nagyon... nagyon-nagyon rossz állapotban van. Miért? Mert a nyugati társadalom az olyan, hogy az mindent a fellevő piacra alakít. Tehát ahogy a jóga eljött keletről, és akkor nézték, hogy mi a fellevő piac. Ó, van sok gerinc sérült, akkor csináljunk gerinc jógát. Hú, az jól eladható, és akkor csomó pénzt ki lehet belőle pumpálni. Ó, fitness? Ó, van fitness jóga, power jóga, mindenféle jóga van. És akkor kiveszik azokat az elemeket belőle, ami a lényeg, és akkor eladják valamilyen terméknek.
És akkor azt látjuk, hogy a világon tombol a jógaláz, csak senki nem változik, senki nem tesz szert spirituális megvalósításokra, senki nem transformálódik egy pozitív világba. A világ nem lett a jóga forradalom miatt egy csodálatos hely. Miért? Azért, mert az emberek egyénileg nem transformálódnak, nem változnak. Mert a potencia nincs benne azokban a folyamatokban. Tehát van az ilyen New Age vonulatok, amikor a jogának mindenféle elemét kiveszik, és abból valamit variálnak, meg vannak a vallásos dogmák, amik meg egy teljesen kiszáradt út, amiben szintén nincs, az meg megint egy leragadt, determinált verzió. Szóval a valódi spirituális út az nagyon-nagyon, mondjuk úgy a mai világban is ritka. De ez az egyetlen út, ami valódi spirituális megvalósítást fog nektek adni. És itt a jóga az sokkal több dologra hivatott, mint egészség, mint terápia. Ezek mind fontos dolgok, ezek mind nagyon jó dolgok, ez mind az életünk részei, ezek a dolgok. De a jóga az sokkal többet tud adni. Igazából a jóga az, az eredeti természetünket tárja föl, ami Szatcsit Ánanda. Szat az azt jelenti, hogy örökkévaló, teljes tudással teli és boldogsággal teli. Ki vágyna ilyen tulajdonságokra? Ha? Valaki? Én biztos. Ti nem? Nektek jó így, ahogy van. Meghalunk. Nem tudunk sok mindent. És akkor hitt ott följön egy kis boldogság, amit mire már elkapnád, eltűnt, ugye? És közben meg vágyunk az ellenkezőjére. Ó, senki nem akar meghalni, senki nem akarja, hogy körülötted meghaljanak. Mindenki vágyik a tudásra, mindent szeretnék tudni. Milyen lehet a minden tudás állapota? Hát az a te eredeti állapotod. Csak le van fátyolozva tudatlansággal és kondicionáltsággal. A jóga pedig az, ami ezt a három tudatlanságnak a fájtlet, ezt leveszi rólad. És visszakapod az eredeti állapotodat ebben a világban. Nem arról beszélünk, hogy majd figyelj a mennyországban, majd meghaltál, akkor majd a mennyországban ezt megkapod, hanem ez tud történni. Nem most, de hogy úgy ugye, folyamatosan. És ez egy folyamatos út, ez nem egy olyan dolog, amikor akkor én gyakorlok hosszú éveken keresztül, és egyszer csak majd villám csap ki a fenekemből, és megvilágosodtam. Ugye? Ez nem egy ilyen dolog, hanem ez egy fokozatos dolog. Tehát ennek megvan a nagyon tudományos útja, hogy milyen szimptomákat fogsz magadon tapasztalni, hogy az igazság hogyan kezd kinyílni. És ebben egy jártas guru az nagyon-nagyon szépen tud vezetni. Tehát a guruval való kapcsolat az nem az, hogy két évben egyszer megkérdezi, hogy hogy vagy. Hanem az egy napi kapcsolat, amiben minden pillanatban, minden mozzanat, minél magasabbra szintre érsz a jógában, a haladó szinten, annál jobban van szükség a guruval való mindennapi konzultációra, mert olyan dimenziók nyílnak ki, amiben igenis kell a vezetés, hogy ez mindent a maximálisan kiaknázható legyen. Ez a jóga, ez volt az első rész. Oké? Okay. Sok volt, hogy mi? Mióta beszélek? Mennyi az idő? 12-10. Mióta beszélünk? 10. Mi van? Nem. Ez... Jó, hát ez nem volt sok. Ez úgy kezdetnek bemelegítésnek. Jó, ugye? Kérdés valakinek ezzel a szekcióval kapcsolatban, és akkor tartunk egy rövid szünetet, és akkor visszajövünk itt a szentírásoknak, a sásztráknak a kielemzésével, lelki-spirituális tradíció kielemzésével, és a jóga viszonya. Nincs semmi kérdés? Amikor nincsen semmi kérdés, az azt jelenti, hogy vagy mindent értesz, vagy semmit. A kettő között szoktak lenni kérdések. Nyugodtan lehet kérdezni, szóval akkor majd gondolkozzatok ezen, és akkor folytatjuk. Na, akkor ebédeljetek.